Milyen ötlet alapján, milyen célra született meg a film? Maga az ötlet az Adrás fejéből pattant ki. És amikor engem bevont ebbe az egész filmes projektbe, akkor már egy előre haladottabb állapotban volt ez a dolog, tehát elképzelés meg volt róla, meg voltak a szereplők. Gyakorlatilag a közös filmgyűjtő szenvedély az, ami összehozott bennünket. Meg az, hogy amatőr filmesként, tehát családi filmek készítése kapcsán, ugye én is említettem már neki korábban ilyen jellegű ambícióimról, úgyhogy emiatt gondolt aztán rám. Hát igazából ez még a 2013-as Gönci Ferenc Gimnáziumnak a jubileumi DVD-hez gyűlt össze egy kis csapat, és itt alakítottunk egy olyan társaságot, amivel aztán később tovább dolgoztunk. A társaság egy picit szűkült, és azok a fiatalok, akik ambíciót éreztek magukba, ők maradtak ennek a úgynevezett médiaszakkörnek a tagja, és velük hoztuk össze a későbbiekben a munkát, amiben már ezt a filmet, és a későbbiekben ugye már Gyula is becsatlakozott. Gyakorlatilag egy nagyon alapötlet volt meg, amit aztán együtt fejlesztettünk tovább, közösen ötleteltünk ennek a részletein, és a technikai része az, ami miatt én leginkább bekapcsoltam ebbe a dologba, tehát maga az operatőri vágói munkálatok, illetve a későbbi DVD-nek a elkészítése kapcsán már meglévő tapasztalataim az, amik ezt megalapozták. Mi ösztönzött, hogy játékfilmet forgassatok? Ugye nekem már volt egy filmem előtte, mindenképpen szerettem volna továbbfejleszteni ezt a dolgot, illetve vannak a hibáiból tanulva egy kicsikét komolyabb projektet létrehozni. Úgyhogy egyrészt ez, másrészt pedig az, hogy a lelkes diákoknak is lehetőséget nyújt arra, hogy esetleg kipróbálják magukat ezen a téren. Hogy érezték magukat a diákok a film forgatása során? Hát, amit elmondtak utána, hogy ők nagyon-nagyon élvezték ezt a dolgot, és ö, olyan dolgot próbáltak ki, amit még ugye eddig sose, és ö, hát azt mondom, hogy kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy nagyon ö, szerette ezt csinálni, és örökre szóló élmény lesz nekik ez. Már több bemutatója nyilvános vetítése volt a filmnek. Hogyan foglalhatók össze az alkotók tapasztalatai? Igazából nagyon pozitív tapasztalataink vannak, tehát nagyon jól fogadta a közönség. Azt lehet mondani, hogy itt helyben ez siker volt ez a film. Háromszor sikerült megtölteni a színház termet ami ugye közel ezer nézőt jelent, és sikerült szerencsére megvalósítanunk azt a az zámunkat, elképzelésünket, és ami akkor még csak tervezett volt, hogy egy extrákkal megtöltött kétlemezes DVD-változatot összeállítsunk ebből a filmből, tehát rengeteg extra anyagát összehozzá, sikerült megmutatni ennek a technikai megvalósításnak a hátterét, is, illetve egy elég tartalmas verkfilm készült róla, ami a DVD-n szintén megtalálható. Nagyon nagy meglepetésért minket, amikor amikor telt ház várt háromszor is ránk a művölési központ színház, Termében, és hát a végén pedig, hogy vastapsot kaptunk, és utána pedig szinte csak gratuláló emberkék jöttek oda hozzánk, és, és mindenki pozitívan nyilatkozott róla, ez ez nagyon jó érzéssel töltött el minket. Igazából én megmondom őszintén, nem is számítottam erre, és ez egy igazán nagy töltetet adott arra, hogy esetleg majd a későbbiekben még bármibe belevágjunk. Hogyan lehet hozzájutni a DVD-hez? Egyelőre rajtunk keresztül lehet hozzájutni. Szeretnénk majd a későbbiekben szabadon hozzáférhetővé is tenni, de ez még egyelőre várat magára. Most ugye jelenleg arra várunk, hogy a tévébe bemutatásra kerüljön a film. Vannak-e további tervek? Egyelőre most rápihenünk erre a produkcióra, de ettől függetlenül a vezérhangja az ott dolgozik bennünk. Tehát vannak elképzelések, ötletek arra, hogy a jövőben is szeretnék még közösen filmet készíteni. Úgy néz ki, hogy a csapatunk az kibővül majd még egy operatőrrel, és egyelőre, egyelőre még az ötletelés fázisában tartunk, tehát még most tervezgetjük, hogy esetleg milyen történetet tudnánk feldolgozni a jövőben. Szeretnénk elindítani, megmérettetni amatőrfilmfesztiválokon, ha erre lehetőség van, szerintem ez megoldható, és hát már egy újabb kis csapatom gyűlik össze a gimnáziumban, akik, akik kicsit fiatalabbak, mint a mostani szereplők, de hát majd amire a tervezett következő projekt elindul, addigra már ők is hasonló korba fognak érni, addig gyakorolgatunk velük, csiszolgatjuk őket, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből majd. Végül is mikorra várhatjuk a következő filmet? Hát ezt most így nehéz lenne megmondani, de hogyha mindenképpen kellene valamit mondanom, akkor azt mondom, hogy talán jövő nyár környékén fogunk elkezdeni talán forgatni.